Sziasztok, mindenkit üdvözlök! Egy érdekes összehasonlítással jövök, amiben két processzort hasonlítok össze, a Ryzen 7 2700X-et és a nem olyan régen megjelent i5 9600K-t. Mind a két processzor a 100.000 forint körül mozog, Ryzen 7 2700X picit drágább, viszont nem egyértelmű a helyzet, hogy melyik is szerepel jobban játékok alatt. Ugye úgy tartjuk most a Ryzen processzorokat, hogy nagyon jó árérték arányú processzorok, mivel az Intel processzorok nagyon megdrágultak az elmúlt hónapokban. Viszont ha megnézzük a játék teszteket, akkor játékok alatt nem egyértelmű a helyzet. Nagyon úgy tűnik, hogy az i5 9600K egy bőségesen jobb processzor, mint a Ryzen 7 2700X. És nem minden játékban, de van olyan játék, ahol megveri, és nem is kicsivel, ilyen 15 FPS-sel is megveri átlagban Ryzen 7 2700X-et az i5 9600K. Azért is hívom fel a figyelmet, mert nem minden játékban van olyan játék, ahol nagyjából azonosan szerepel a két processzor. Meg kell nézni, hogy mivel szeretnénk játszani esetleg, hogyha ez a mérvadó. Annyi biztos, hogy ettől függetlenül én nem jelenteném azt ki, hogy az i5 9600K egy jobb processzor lenne, mint a Ryzen 7 2700X, ugyanis az i5 9600K-nak mindössze 6 magja van, a Ryzen 7 2700X-nek pedig 8 mag is, 16 szál. Játékokban nem mutatkozik meg, munkában biztos, hogy egy erősebb processzor a Ryzen 7 2700X. Bármiféle munkafolyamatot szeretnél végezni a számítógépen, konvertálás, renderelés, egyéb gépigényes programok, processzort igénylő programok, biztos, hogy a Ryzen 7 2700X messze jobban fog teljesíteni, mint az i5 9600K. Ne értsétek félre, az i5 9600K ugyanúgy túlárazott, mint a többi Intel processzor, éppen ezért is. Viszont ha játékra vesszük a számítógépet, és esetleg van néhány kiszemelt cím, hogy csak azzal, vagy leginkább azzal szeretnénk játszani, akkor fontos lehet ezt is tudni, hogy azért vannak olyan címek, például ahol bőségesen erősebb az i5 9600K, de ahol nem bőségesen erősebb, ott is legalább annyit tud, mint a Ryzen 7 2700X. Sajnos a Ryzen processzoroknak, mind az első, mind a második generációnak van egy ilyen gyengeség, hogy el van torlódva a játék teljesítmény, nem tudott nagyon lépést tartani az Intel megfelelőjével, azonban azért is lettek olyan kedvezőek most a Ryzen processzorok, mert lehetetlenül megdrágultak az Intel processzorok, és még egyszer mondom, ez csak a játék teljesítmény, azért nagyon sokan nem csak kizárólag játékra veszünk gépet, ezért egyértelmű, hogy ettől függetlenül a Ryzen processzorok még mindig bőségesen jobb árérték arányban vannak az Intel processzorokhoz képest. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!